A Pannon Televízió híradóját látják, köszöntöm a nézőket. Ma június 19-e van, Hajnalka és Mihály névnapja. 1828-ban látta meg a napvilágot Tán Mór, óbecsei származású festőművész, a 19. századi magyar festészet jelentős alakja. 38 éve e napon született Garfield, a macska. Most pedig lássuk a legfontosabb történéseket, először csak röviden. A szmederevói acélművekbe látogatott ma a Kínai Népköztársaság elnöke. Nagyon közel került a továbbjutáshoz a magyar labdarúgó válogatott. Új vitrázzsal gazdagodott a kelebiai katolikus templom. Befejeződött a palicsi ultramaraton. A szmederevói acélművekbe látogatott ma a Kínai Népköztársaság elnöke. A távol-keleti ország vezetőjét a gyár munkásai fogadták. Kínai zászlókat lobogtatva fogadták Xi Jinping elnököt a szmederevói acélművek előtt. A munkások köszönjük, hogy hitt bennünk feliratú táblákat emeltek a magasba. Az ázsiai államfő érkezését üdvrivalgás és tapsvihar kísérte. A delegáció bejárta a céget. Az üzemet két hónapja vásárolta meg a kínai Hestil cég azzal a feltétellel, hogy újabb befektetéseket és a kiadások csökkentését vállalták. A gyáróriás működése is bizonyítja, hogy Szerbia lehetne Kína-európai központi partnere, mondta Tomislav Nikolić. A szerb államfő kiemelte, Belgrád az elkövetkező időszakban is mindent megtesz annak érdekében, hogy megszolgálja Peking bizalmát. Svojim proizvodnim kapacitetima, sposobnim i vrednim radnicima, i veoma povoljnim poslovnim ambijentom, svojom geografskom pozicijom i evropskom perspektivom, Srbija bi mogla da bude temelj na kome će Kina graditi svoju poziciju u Evropi. Mi smo svesni važnosti razvoja strateškog partnerstva naših država. Senki sem hitte, hogy az acélműveket meg lehet menteni, de Kína segítségével sikerült, hangsúlyozta Alekszandar Vučić. Szerbia miniszterelnök aláhúzta, korai volt temetni a gyáróriást. Danas neki ljudi u Srbiji kažu, ej pa to je samo neka železara. Nije to samo neka železara. Hiljade i hiljade sastanaka smo imali. Hiljade puta smo se nervirali, mučili i pitali hoćemo li moći da izdržimo. I onda smo našli, kada nam se činilo da imamo spas, pokazalo se da nije. Našli smo međurešenje, a onda smo našli pravi spas. Našli smo pravi spas zahvaljujući Narodnoj Republici Kini, zahvaljujući predsjedniku Xi Jinpingu, zahvaljujući prijateljstvu koje sa njim uspostavio i predsjednik Nikolić. Xi Jinping megköszönte vendéglátóinak a szívélyes fogadtatást. Kína első embere személyesen vállalt garanciát annak érdekében, hogy a két ország kapcsolata sikeresen fejlődjön.钢厂的中赛合作，但是今天呢，我们进入了斯维戴维沃钢厂，受到了这样的一个隆重热烈的欢迎，看到了人们脸上所洋溢的。 Az ázsiai állam korábban több jelentős szerbiai beruházást is pénzelt. 2014. decemberében átadták a második Dunahidat Belgrádban. Peking a 11-es közlekedési folyosó munkálatait is finanszírozta. Két éve Szerbia, Magyarország és Kína a Belgrád-Budapest vasútvonal felújításáról írt alá megállapodást. A gyárlátogatást megelőzően koszorút helyezett el Xi Jinping délelőtt Belgrádban az ismeretlen katona emlékművénél. A kínai államfő katonai díszsorfal mellett vonult a helyszínre. Az ázsiai ország elnöke fejet hajtott az elesett katonák emléke előtt, és az emlékkönyvbe is beírta a kínai nép együttérző üzenetét.
Alekszandar Vučić szerb kormányfő holnap Kolinda Grabar-Kitarović horvát államfővel találkozik. Horvátországi egyeztetésük után először Alsó-Tavankúton nézik meg közösen a kultúrotthont, majd délután 4 órakor Szabadkán találkoznak, ahol nyilatkozatot írnak alá a két ország viszonyának előmozdításáról és a nyílt kérdések rendezéséről. Az esemény miatt Szabadkán több helyen útlezárásokra és forgalom elterelésre kell számítani. Nagyon közel került a továbbjutáshoz a magyar labdarúgó válogatott, miután tegnap este 1-1-es döntetlent játszott Izland csapatával. A megszerzett egy pont jelentőségét tovább növeli, hogy a portugál válogatott 0-0-át ért el Ausztria ellen. A mérkőzés első percétől magyar fölény jellemezte az izlandiak elleni mérkőzést. Az első kapu felé tartó kísérlet azonban a szigetországiakhoz fűződik, de Böðvarsson fejese fölé szállt. Hiába volt elképzelés a magyar válogatott játékában, helyzetig nem jutott, mert az utolsó passzok rendre pontatlanok voltak. A 39. percben azonban nagy fordulat jött. Egy izlandi szöglet után Király kiejtette kezéből a labdát, ami kisebb kavarodáshoz vezetett. A 16-oson belül Kádár Tamás belépőjéért a játékvezető 11-est ítélt. A büntetőt Sigurdsson higgadtan értékesítette, így hiába volt 69%-ban a magyaroknál a labda, az északiak vonulhattak előnnyel az öltözőbe. A folytatásban sem változott a játékképe, a magyarok többet birtokolták a labdát és támadtak, ugyanakkor nem találtak részt az izlandi védelmen. Már-már úgy tűnt, hogy a magyar fölény nem vezet gólra, azonban Nikolić nemanja nem sokkal beállása után betört a büntető területre, és lapos beadását követően egy öngólból megszületett az egyenlítés. A percekig tartó gólörömben a magyar táborban számos görög tűz lobbant, majd ezek nagy része végül a pályára repült. A magyar csapat megérdemelten szerzett egy pontot. Az F csoport másik mérkőzésén a portugál válogatott gól nélküli döntetlent játszott Ausztriával. A kezdőként pályára lépő Cristiano Ronaldo pályafutása 128. válogatott mérkőzését játszotta. Ezzel megdöntötte Luis Figo csúcsát, és immár önállóan vezeti a portugálok örökranglistáját. A Real Madrid csatára azonban nem tudta méltóképpen ünnepelni karrierje újabb mérföldkövét, mert a meccs folyamán több gólhelyzetet kihagyott, a 79. percben a portugáloknak megítélt büntetőt is kapufára lőtte, majd amikor a 85. percben mégis betalált, a játékvezető les miatt jogosan nem adta meg a gólt. Az F csoportot a harmadik forduló előtt a magyar válogatott 4 ponttal vezeti. Őket követi Portugália és Izland, akik egyaránt 2-2 pontot szereztek. Ausztria 1 ponttal a csoport utolsó helyén áll. Az utolsó forduló eredményeitől függetlenül Magyarország szinte már biztos továbbjutó. Egy esetleges portugál vereség mellett is a csoport második biztos továbbjutást jelentő helyén végezhet. Ha az F csoport másik összecsapásán Ausztria legyőzi, vagy döntetlent játszik Izlanddal. Amennyiben Magyarország kikap Portugáliától és Izland is nyer az utolsó fordulóban, akkor a magyar csapat a csoport harmadik helyén végez. Összegyűjtött 4 pontjával és pozitív gólarányával azonban a magyarok csak nagy balszerencsével csúsznának ki a 4 legjobb csoport harmadik együttes közül, ami szintén továbbjutást ér az idei Európa-bajnokságon először. Szinte minden magyarországi városban megteltek a szurkolói klubok a tegnapi Magyar-Izland meccs idejére. 10 000 szorítottak az egyenlítésért, vagy még inkább a győzelemért, és persze nem csak Magyarországon, hanem a határon túli magyar lakta településeken is. Hatalmas örömújongásban törtek ki a szurkolók az izlandi öngól után, a vajdasági magyar Kanizsán. Óriási feszültségben szurkolták végig a mérkőzést a temerini magyar szurkolók is. Az egyenlítésnél itt is szinte felrobbant a pince szórakozóhely terasza. A legtöbben már biztosra veszik a magyar csapat továbbjutását. Győzelmet érdemeltünk volna szerintem, de ugye a végén örülünk a döntetlennek, de az elejében nem egyeztem volna ki a döntetlennel, de nagyon örülünk, mivel 4 ponttal szerintem tovább lehet simán jutni a csoportba. Nagyváradon magyar és székely zászlókat lobogtattak, és folyamatosan biztatták a magyar válogatottat. Kitten Nagyváradon mindenki formában van, mindenki a magyarokkal tart. Ria! Ria! Hungária! Magyarország birtokolja a labdát, több mint 70%-kal, olyan, mint a Barcelona. Nagyvárad, ott van a toppon. Hajrá, magyarok, mindenki szurkoljon, mi vagyunk a legjobbak. Ria! Ria! Hungária! És így örültek a magyar gólnak Esztergomban. Lesz, hogy a vége felé a hajrába meghúztuk mi is egy kicsit a szurkolást. Köszönhető az esztergomiaknak, mindazoknak, akik kijöttek. Köszönhető azoknak a magyaroknak, akik kint buzdították a csapatot. Hajrá Magyarország, hajrá magyarok! De
Debrecenben is ezrek szurkoltak együtt. Köszönjük szépen a válogatottnak a meccset. Gyönyörű volt. Hajrá, magyarok! Óriási volt az öröm az egyenlítő gólnál Szegeden is. A csaknem 2000 ember egyszerre ugrott fel. Nagyon örülünk! Örülünk, hogy ki tudtunk egyenlíteni! Nagyon féltünk az elején, de nagyon megörültünk, amikor belőtték a gólt! Hajrá, fiúk! Hajrá, Magyarország! Soha nem érhet véget! Parázsolj nekünk valami szépen! A mérkőzés helyszínén Marseille-ben a szurkolók a stadion előtt ünnepeltek. Egy pontot szerzett a válogatott, és ez nagyon-nagyon jó. Erről áll a folytatásra, hiszen a négy pont elég lehet ahhoz, hogy a magyar csapat ott legyen majd a legjobb 16 között. Úgyhogy indul a buli, és az éjjel soha nem ér véget. Ez a döntetlen, ez győzelem. Ez nem lehetett más. Jött a katarzis a végén. Az ünneplés a szurkolói zónában és a kikötőben folytatódott. Magyarország! 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 Budapesten késő estig tartott az ünneplés a magyar csapat tegnapi meccse után, ahogy az osztrák-magyar mérkőzés után most is több ezer szurkoló lepte el a belvárost, és ahogyan pár napja, tegnap is leálltak a villamosok a Nagykörúton. Több ezren figyelték feszülten a fővárosban, a szabadságtéri kivetítőknél az Izland elleni meccset. Az izlandiak 11-ese után a tömeg még jobban biztatta a magyar válogatottat. Fél időben még sokan reménykedtek a magyar győzelemben. Hát szerintem még bármi változhat. Volt, aki a magyar játékosok technikáját elemezte. A helyzeteket ki kéne használni, voltak az azért pár helyzeteink, de nem tudjuk belőni a helyzeteket. Gyugyáknak is volt pár helyzete. Abban mindenki egyetértett, hogy a 11-es nem volt jogos. Volt egy ilyen 11-es, ami szerintem nem az volt, ezt nyilván befújt a bíró, de ez van, és ezt kell csinálni tovább, így kell játszani, és meg lesz, szerintem egy-egy meg lesz. Az izlandiak egyenlítő öngólja után egy emberként ugrott fel a közönség. Szerintem győzelmet érdemeltünk volna. 8-at döntőben a helyünk. Hajrá, Magyarország! Szép volt, fiú! Szép volt, fiú! Az Erzsébet téren az akvárium is szurkolókkal telt meg. Volt, aki megkönnyezte az egyenlítő gólt. Hát egy pár örömkönnyet elejtettünk a gól végén. Ezerszer jobban játszottunk, felbillent a pálya. Egész Margitidat elfoglalták a szurkolók. Ahogy az osztrák meccs után, úgy most is a szurkolók a belvárosba indultak. Az M1 riportere alig látszott ki a tömegből a Margit hídon. A tömeg a nyugati téren gyűlt össze. Elképesztő és leírhatatlan a hangulat. Ott azt hiszem, hogy ez még ez egy egész estén áttartó ünneplés lesz itt a fővárosban. A főváros rövid időre szinte teljesen megbénult az ünneplő szurkolóktól, még a buszok és a villamosok útját is elállták a nyugati pályaudvarnál. Vizsgálatot indított a magyar szurkolók marseillai rendbontása miatt az UEFA. Az Európai Labdarúgó Szövetség vasárnap közölte, hogy a szombati Magyarország-Izland döntetlennel végződő mérkőzésen a magyar táborban többen görög tüzeket gyújtottak és tárgyakat dobáltak a nézőtéren. Az UEFA fegyelmi bizottsága kedden hoz ítéletet az ügyben. Az incidenseket követően egyébként 6 magyar szurkolót őrizetbe vettek, mert a mérkőzés előtt átmásztak a tribünöket elválasztó kordonokon, valamint amiért a mérkőzés végén görög tüzeket gyújtottak a lelátón. Az egyik magyar szurkolói csoport a kordon ellenére próbált csatlakozni egy másikhoz, ezt azonban a biztonsági erők nem engedték, emiatt kisebb verekedés tört ki. A rendőrök gyors közbelépését követően a rend gyorsan helyreállt.
Történelminek nevezte a Magyarországi Médiaszolgáltatás támogató és vagyonkezelő alap azt a megállapodást, amelynek értelmében a közmédia sugározhatja a nyári és a téli olimpiákat 2018 és 2024 között. Az MTVA megszerezte 6 teljes év olimpiai közvetítési jogait. A közmédia történetében először sikerült elérni, hogy a Kárpát-medence teljes területén, tehát Magyarországon, Szlovákiában, Romániában, Ukrajnában, Szerbiában, Horvátországban és Szlovéniában is magyar nyelven sugározhatja az olimpiákat. Új vitrázzal gazdagodott a Kelebiai Katolikus templom. A színes ablaküveg Márton Áron erdélyi püspököt ábrázolja. A vitrást Paskó Csaba atya és a helyi hívek ajándékozták a templomnak. A Kelebiai templom ifjúsági kórusa és a Promuzika kamarakórus tette ünnepélyessé a hangulatot. Tumbász Gabriella a kórus megalapítása óta, azaz 48 éve a szabadkai Promuzika kamarakórus énekese. A mai ünnepségre nagyon komolyan kellett készülni, körülbelül egy 2-3 hónapja, hogy megkaptuk, hogy mit, de ezeket a műveket mi többnyire tudjuk, az ilyen rövidebbeket azokat újonnan vettük, mert a Márton Áron püspök emlékére ez egy emlékhangverseny. Prédikációjában Paskó Csaba plébános kiemelte Márton Áron személyének jelentőségét. Azért, hogy Márton Áron közbenjárására, de ugyanakkor az ő példaképére megérjük azt a közösséget, amely szükséges a megmaradásunkhoz. A szentmise során megáldották az erdélyi püspök emlékére készített színes ablaküveget. A vitrást Kórhec pap Zsuzsanna restaurátor tervei alapján készítették el. Akvarellben készítjük el ezt először, ahogy ez tradicionálisan is szokás volt, tehát ezt a technológiát alkalmazták még már 100 évvel ezelőtt is, és akkor a megrendelők jóvá hagyják, hogy tetszik-e nekik, és utána megcsináljuk a nagy kartont, ami alapján a Tiffany mesterei Mészáros Rudolf és Kovács József kivágják az üveg darabokat, megfestjük őket, kiégetjük őket, és hát utána pedig a végén ólomba verődik. Az erdélyi püspök életében nagyon fontos szerepe volt a közösségépítésnek. Ez a határon túli magyarság szempontjából kiemelt jelentőséggel bírt. A vajdaságiaknak, itt ebben a kisebbségben élő magyarságnak is nagyon nagy üzenete van Márton Áronnak. Megmaradni magyarnak lenni, kereszténynek lenni, úgy, hogy minden más nemzetet tiszteljük, becsüljük, velük együtt élve egy hihetetlen nagy gazdagságot megtapasztalunk, megélünk, de a saját értékeinket, a saját kultúránkat nem dobjuk ki ezért az ablakon, hanem ezt még inkább ápolva, ragaszkodva hozzá. A szentmise után a plébánia udvarában lehelyezték a Márton Áron közösségi ház alapkövét. 20 éves fennállását ünnepelte szombaton a csantavéri Viva Musica kamarakórus a falu templomában. Az énekkar egyházi és világi műveket is előadott az eseményen a patinás épületben összegyűlt vendégeknek. Gubena Éva csantavéri zenetanárnő 1996-ban alakította meg a kórust, amely azóta nem csak itthon, de Magyarországon és Montenegróban is vendégszerepelt már. Igen, ez egy vegyes kar, de az a különlegessége, hogy ugye tudjuk azt, hogy két férfi és két női karból áll egy átlagos vegyes kar. Esetünkben férfiak énekelik a basszus szólamot, a tenor szólamot viszont nők éneklik. Ennek több oka volt annak idején, tehát kevés volt a férfi szólamunk, és akkor lányok vették át a tenoristák szerepét. És akkor van néhány altos hangunk és szoprán szólamunk. Összesen 23-4-en vagyunk jelenleg a kórusban. A kamarakórus gyakori vendége a falu szentmiséinek is. Utcai Robert csantavéri plébánosnak nagy örömet okozott az, hogy amikor a településre került, már egy jól működő énekkar talált itt.
Örülök annak, hogy nem csak világi énekeket énekelnek, hanem az egyháziakat is nagyon nagy lelkesedéssel tanulják meg és adják elő. Évente jó néhány alkalommal föllépnek a templomunkban, és ezt mindig nagyon várják a hívek. Ha előre sikerül kihirdetnem, hogy melyik vasárnap lesznek ők egy ünnep előtt vagy ünnep után közvetlenül, akkor természetesen jóval többen jönnek el a szentmisére. A Musica Viva kamarakórus nem csak a szentmiséken gyakori fellépő, több kórus találkozó mellett esküvőkön is megfordultak már. Lássuk, mi lesz a híradó folytatásában. 11 országból érkeztek vincellérek az Interfest nemzetközi borfesztiválra. Nyílt jóga napot tartottak Palicson. Elkezdődött az idény a Pacséri tófürdőben és a többi strandhoz hasonlóan. A kánikula beköszöntével egyre népszerűbb mind a helyiek, mind a környező településekről érkezők körében. A vakáció kezdetével a helyi gyerekek is szívesen járnak a Pacséri tófürdőbe. Nagyon sokszor szoktunk eljárni, de kicsit locsolkodni, meg ez a kellemes hőmérsékletű víz nagyon jót tesz az ilyen nagyon meleg időkben. A sósvízű tó színe lilás rózsaszínes árnyalatú, hőmérséklete 30 fok körüli. A vajdaságiak között nekünk ez a legszebb itten. Nyugodt, kis hely, és pont ez is fogott meg a szépsége, főleg a víz. A nem túl nagy mélysége és a hőfoka, ami nagyon tetszett nekünk. A tóvíz egy gyógyhatásáról is ismert. Bőrbetegségekre, sérülésekre, izomhúzódásokra van jó hatással, és rehabilitációs kezelésekre is alkalmas. A csigolyáim ki vannak kopva, a forgójaim, térdeim, reuma, isia, nagyon nehezen megyek, és ez nagyon sokat segít. Én nekem tavaly tudtuk meg először, csak 6 alkalommal tudtunk eljönni, mert akkorra már bezárt, és itt, ha kijövök a vízből, úgy érzem, hogy 20 cm-rel a földtől magasabban megyek. A tópartján árnyékos helyen napágyak várják a vízben elfáradtakat. Üdítőkkel, fagylalttal is felfrissülhetünk a Pacséri tófürdőben, ezen kívül különböző édességeket is kipróbálhatunk, de a legnépszerűbb mégis a pacséri lángos. Köszönöm szépen! A helyiek bíznak a turizmus fellendülésében a faluban. Hűtőszekrényen látjuk el televízióval azokat a kiadó szobákat, amelyeket ki tudunk adni, hiszen pont a napokban jelentkeztek olyanok, hogy jönnének 3-4-5 napra ide fürdeni, megosztik a család, hiszen itt nem messze van egy pecató, egy része a családnak pecázik, egy része fürdik, tehát én úgy gondolom, hogy ez kezdi lassan gyakorlatilag kialakítani azt a falusi turizmus, amiről évekkel ezelőtt már beszélgettünk, hogy nem csak fürdünk, hanem más egyéb szolgáltatás. Tehát is tudunk itt a faluban nyújtani. Az épülő fedett részben klasszikus gyógymedencék, sós szauna és étterem is helyet kap. Ennek köszönhetően egész évben lehet majd látogatni a fürdőt. Hajós fáklyás felvonulást tartottak szombaton este a Zentai Tisza Virágfesztiválon. A hagyományőrzők bemutatója mellett dobsó és hangulatos koncert is várt az érdeklődőket a Tiszaparton. A Szent Longinus középkori hagyományőrző egyesület látványos haditorna bemutatójával vette kezdetét a Tisza Virág Fesztivál szombat délutáni programja. Az egész családnak van látnivaló, az egész család találhat magának olyan tartalmat, ahol igazán hasznos és tartalmas szórakozást tud magának biztosítani. A rendezvényre nem csak Zentáról és környékéről, hanem Magyarországról is sokan érkeztek. Nekem különösen tetszik szombat este a fáklyás felvonulás, szeretem a jó borokat, szóval tudok borozni, barátokkal találkozni, úgyhogy én szeretek ide járni. A vendégek ezúttal is szívesen időztek a borutcában, ahol finomabbnál finomabb nedűket kóstolhattak. A fehér borok közül a kövidinka az egy őshonos fajta itt a homokvidéken. Sardoni és cselszegi fűszeres, van egy kék
kékfrankos rozénk, és kétféle vöröset hoztunk, egy kékburgundit és egy Cabernet Sauvignont. A kézműves vásár szintén sok látogatót vonzott. Az emberek az ilyen műanyag világból visszatérnek a hagyományos kézi készítésű termékekre. A Sundance dobosai fesztivál hangulatot teremtettek, ezt a hagyományos hajós fáklyás felvonulás fokozta tovább, majd az íre a Queen Real Tribute együttese tette fel a pontot, amely fergeteges hangulatú koncertet adott. A szervezők célja, hogy a rendezvény minél inkább beépüljön a község idegenforgalmi kínálatába. Ezt mind egy kerek egész kell nézni, és azon dolgozni, hogy tényleg egy fesztivál, egy rendezvényterület legyünk, és hát, hogy megteremtsük azokat az alapokat, hogy a turisták több napot itt töltsenek Zentán. A rendezvény záró napján vasárnap zumba bemutató, salsa party, koncert és tűzsó is szerepelt a programon. 11 ország, több mint 80 pincészete vett részt az idei Interfest nemzetközi borfesztiválon Újvidéken. A rendezvény 4 napon keresztül várta a bor szerelmeseit. Ismét a borászoké és a borkedvelőké volt a főszerep az újvidéki szabadságtéren. Az idei fesztiválra a vendégek a szerbiai nedűk mellett spanyol, olasz és portugál borokat is kóstolhattak. Thinking tasting some Serbian wine and other kinds, and I hope that I will enjoy it. Az idéni fesztivál az nagyon tetszik, mert szerintem sok a borválaszték, és elég jó árak vannak, ami nagyon fontos szerintem itt a szerbiai népnek. Fesztivál, ja pratim, prvo sem pratio službeno, posle sad pratim, zato što volem vino. Volt, aki otthonról hozta el kedvenc korsóját, és abból fogyasztotta a bort. Ez egy ilyen boros kis korsó, úgy hívhassuk, holóházra gyártott, és arról a holóház ismerés a kisebbekről, meg a nagyobbakról is. És ez éppen borra való. Az idei fesztiválon először volt alkalmuk görög bort is kóstolni a látogatóknak. A kínálatból nem maradtak ki a magyarországi termékek sem. A tokai borok közül a sárga muskotája a fő bor, amit legjobban szeretnek. De van itt újdonság is, tehát a szőlőmagőrlemény, amit 3 éve kezdtem forgalmazni Szerbiába, az tudnivaló, hogy egy erős antioxidáns, és azt a terméket szeretném most bemutatni ezen a borfesztiválon. Az Interfest 13 évvel ezelőtt a borkultúra népszerűsítésének céljával alakult meg. Az elmúlt időszakban a régió legnagyobb és leglátogatottabb ilyen jellegű eseményévé nőtte ki magát. Tako da smo veoma ponosni na činjenicu da smo uspeli u toj našoj nameri da što veći broj ljudi regrutujemo u te, da kažem, vinske redove, odnosno da ih preobratimo u vinoljupce. A fesztivált szakelőadások és ismeretterjesztő programok kísérték, valamint Alexander Dujin zenekarának koncertjeit is élvezhették a látogatók. A müncheni Oktoberfesten idén 3%-kal többe kerül majd a sör literje, mint az elmúlt évben. A nedű literje 10,4 és 10,7 euró közötti áron mozog majd. Évtizedes hagyomány, hogy a sörfőzők javaslata alapján a müncheni városvezetők mondják meg, hogy a helyi sörfesztiválon mennyiért mérhetik a folyékony kenyeret. Tegnap délben kezdődött, és ma délutánig tartott a palicsi ultramaraton. Az eseményre idén rekordszámú futó nevezett be. Első ízben indult jótékonysági staféta is, amelyen a közéleti személyiségeken kívül a Pannon RTV munkatársai is részt vettek. A futók számára a 24 órás ultramaraton legnehezebb része az éjszaka volt, amikor a leghosszabb távon nevezők még csak a céljuk felénél jártak. A versenyszámban nem túl rutinos kollégáinknak is akkor kellett a legjobban a biztatás. Az első 100 kilométert Jovice Spajic ultramaraton futónak sikerült teljesítenie, aki a 100 kilométert egy fáklyával tette meg, majd ezt követően minden lefutott 100 kilométert így hirdettek ki. A humanitárius stafétán induló panonos csapat legkitartóbb tagja Czalbert Anita volt.
Két órát futottam eddig, majd az éjszaka folyamán, amikor már a többiek nem bírják, akkor beugrok, és reggel még két órát szeretnék lefutni. Miután megvíratt, már ismét gyorsabban fogytak a kilométerek, és a holdponton is sikeresen túljutottak a futók. A Pannon RTV csapatához is megérkezett két friss ember, Sós Georgina és Kozma Zoltán személyében, akik a hajrában tartották a lelket a csapatban. A humanitárius staféta utolsó emberei együtt futottak a célba. Öt kört futottam meg ezt a ráadást itt a végén, amikor mindegyütt futottunk. Viszont a csapat tényleg nagyon erős volt, és sok rádiós kijött és futott, és nagyon büszke vagyok mindenkire. Az ultramaraton legjobbjainak a szervező Szerbiai Ultramaraton Szövetség elnöke Jánosi Elvira gratulált, majd pezsgőbontással ünnepelték teljesítményüket. A 12 órás táv legjobbja a hölgyek közül Békés Csabáról érkezett. Bár megnyerte a versenyszámot, többet várt magától. 30 kilométernál már volt elég holdpont, meg rossz lett a gyomrom. Azért küzdelmes volt ez a mai verseny, végül is nem úgy sikerült, ahogy terveztem. A humanitárius staféta is sikeres volt. Nem csak Kistanya nyaralására lett elegendő az összegyűjtött összeg, hanem a Kolevka felnőtt napközi még egy védence is a tengerre utazhat idén. Június 21-e a jóga napja. Ez alkalomból a Szabadkai Jóga Központ Palicson nyílt napot tartott, ahol az érdeklődők különböző gyakorlatokat is kipróbálhattak. Gyerekzsivajtól volt hangos Palicson a Bagolyvár melletti füves terület. Itt a joga törököl és beülni. Sokan családostól látogattak ki a nyílt joga napra. Gyerkőcök meg az anyuka nagyon nagy örömmel jogáznak. Ők egyébként otthon is űzik ezt a sportot, vagy hát ilyen nem is sport, ez igazából egy teljes rekreációs tevékenység, egyben szellemi és testi felfrissülést nyújt. De ami engem illet, én itt egyelőre csak a passzív megfigyelő szerepét töltöm be, de nagyon kedveljük egyébként az indiai kultúrát. Második alkalommal szervezte meg a Szabadkai Jóga Központ a rendezvényt. A Jóga Világnapja alkalmából kezdő és középszintű jogaoktatást próbálhattak ki a résztvevők. Bárki hozzánk tud fordulni, itt vagyunk mi 5-6-an jogaoktatók, tudnak tőlünk kérdezni ezzel kapcsolatban, ki tudják próbálni, úgy csináljuk a joga gyakorlatokat, tehát olyan joga gyakorlatok, hogy mindenki praktikusan kibírja próbálni. Az érdeklődők az eseményen az indiai kultúrával is megismerkedhettek. Az ENSZ 2014-ben nyilvánította június 21-ét a jóga napjává. Eddig tartott a híradó, a legfontosabb hírek jönnek még egyszer röviden. A szmederevói acélművekbe látogatott ma a Kínai Népköztársaság elnöke. Nagyon közel került a továbbjutáshoz a magyar labdarúgó válogatott. Új vitrázzsal gazdagodott a kelebiai katolikus templom. Befejeződött a palicsi ultramaraton. A híradó végén köszönjük figyelmüket. Ha még több hírre kíváncsiak vagy visszanéznék híradunkat, műsorainkat, akkor látogassanak el honlapunkra, a pannonrtv.com-ra. Viszontlátásra!